Az utóbbi időben komoly tanulmányokat folytattam, melynek témája a ZG stúdióban megteremtett mesevilág. Neked mondom azt, hogy Habibi, Habibi. Habibi, come to Dubai. ZG stúdió a neve annak a zenei YouTube csatornának, ami egy egész műfaj teremtett itt kis hazánkban. Haza kell menni, megölelni, szemében nézni, megcsapolni. A kiadó olyan közvetlen kapcsolatot ápol az előadóival, hogy mindenkit becézve hívnak. Van itt Pityuka, Lacika, Palika, Jocika, Gabika, Gusztika, és ne feledkezzünk meg a kürönregős Rómeóról se. A kötelező stílusjegyek szerint a klippek szereplőinek egymás mellett felsorakozva kell egy helyben lötyögni, és még véletlenül sem szabad jókedvet színlelni. Huszonkilenc üveg Coca-Colán van itthon. Ó Istenem, fantasztikus. Az ZG stúdiósok kedvenc forgatási helyszíne a Várkert bazár, mert oda fel tudnak parkolni a kölcsönautókkal. Ezeket a külső felvételeket szinte minden esetben egy kis stúdiós fehér háttérrel egészítik ki. Ferrari, Dominika, Milano, Menzi, a garázsomban parkol. A Dominikai Köztársaság, spanyolul Republika Dominicana, magyar turisztikai forrásokban sokszor helytelenül csak Dominikaként utalnak rá. A szerkesztett hátteres videók már extrának számítanak, ezek ritkábbak is a csatornán. És ezekben a szerkesztett hátteres klippekben már olyan csúcsmodern technológiákat is bevetnek, mint a Google képkereső. Jártam én Miami-ban, New Yorkban, utána Londonba. Emellett a titokzatos ZG mesterelme éves bérletet vehetett ehhez a fotóstúdióhoz is. És amikor Palika, Gusztika, Mukika, Pukika éppen nightclub jelenetet szeretne, akkor mindig kéznél van a nyugati pályaudvaros diszkó. Itt a bárpult előtt mindig svéd asztal terítenek az uraknak, hogy megbeszélhessék a legkomolyabb bizniszeket. Plusz az aktuális VIP előadó mindig névre szóló bárpultot kap. Eurók és dollárok, svájci frank és dinárok, nekünk ez való. Buribák, zsámbet, zubává. Illetve még természetesen az egyedi lettcsöves megoldások is befigyelnek, ami alap. És amikor nincs szükség műteremre, a művészek az otthonos rokokó márvány múzeumokban forgatnak, igazi Versace székek között. Az ZG stúdiós fashionnek szigorúan az olaszos elegancia jegyében kell telnie. Még az otthon színlelt jelenetekben is mindenki zakóban meg kis estéiben van. Így történik a csatorna legnézettebb 28 milliós klipjében is. Abból látszik, hogy ezeket az ingatlanokat nem a tényleges használatra tervezték, hogy a tévéket olyan helyekre teszik, hogy fizikailag lehetetlen legyen őket nézni. A klippekben nagy hangsúlyt kapnak a külsőségek. Elegáns ruhák, ékszerek, órák, autók, rokokó víkendházak és egzotikus utazások. Amennyiben sikerült egy tanulmányi úton eljutni egy olyan helyre, ahol felhőkarcolók is vannak, azt kötelező megmutatni a nagyvilágnak. Jamie 2023 lehet az az előadó, aki minden évben az aktuális évjáratra nevezi át magát. Jövőre vajon Jamie 2024 milyen single albummal fog előrukkolni? A Palikáik meg a Pityukáik rendszeresen emlegetik, hogy nagyon szeretnék már, ha Magyarország csatlakozna az euróvezethez. Kötegekben vannak nekem euróim, dollárjaim. A nemzetközi pacekság jegyében, a dalszövegekben, az automárkák mellett fontos megemlíteni külföldi városok és országok neveit. Ferrari, Dominika, Milano. Kroácia.
Ezekben a klippekben mindig kötelező az idealizált gazdagság imidzsét mutatni. A Bentley, ami nekünk van, ott tudjuk, mi az, hogy mi a jó. Így van megírva nagy lexikonban, hogy a gazdag embernek így kell öltözködnie, ilyen autóval kell járnia, és ilyen italt kell innia. Ez kifejezetten egy ilyen vidéki stíl, hogy csak a szomszéd miatt kell mutatni, hogy van. Nem magad miatt veszed az autót, hanem a szomszéd miatt, hogy irigykedjen. Bejött nekem ez az élet, irigyek az irigyeim. És aztán a szomszédnak fel van adva a lecke, hogy neki drágábbat kell vennie. Sok minden fáj, megbántott már. A furfangos ZG Stúdió minden héten eladja ugyanazt a klippet, nagyon hasonló zenéket készítő embereknek. Azóta más nem kell, mióta megláttalak egy csillogó Mercedesben. Gyakorlatilag, ha láttál egy ZG Stúdió klippet, akkor látod az összeset. Én nekem is vagyok, odán fent egy csillogó. Are you alright? A klippek szimulált jeleneteiben a férfiak feladata, hogy elhalmozzák az otthon turbékoló asszonyokat. Köszönöm én. Nem kell. A nők a férfiakhoz sem ülhetnek oda az asztal mellé, miközben a legkomolyabb bizniszekről beszélnek. Túl 8 férfi az asztalnál, akkor nem fog az egyiknek a felesége beülni, hogyha például üzletről beszélnek. A videókban visszatérő téma, hogy az asszony uralmás szafkákkal csetel a Facebookon, de mindig lebukik. Yes. Ez egy nagyon gyors válasz volt. Nincs is több probléma, lehet tovább Facebookolni. Beléptem a Facebookra, megjött a kedvem. Az ZG Stúdiós művészek előszeretettel építkeznek létező dallamokból. Vegyük példának Érdi Baba, Azt hittem azt After című szerzeményét. Ebben a számban az 1999-es Get Down köszön vissza. Get down, get the down. A klip alatt a top kommentes Anyikának egyből az eszébe jutottam, ami elmondhatatlanul szívmelengető számomra. Az egyik ilyen kedvenc másolásom, ami mondjuk nem ZG Stúdiós klip, de a Guantanamera című kubai sláger átültetése. Szédül a fejem, olyan meg nem villog velem, kikeresem én a pénzem. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Kubában kávéföldön ébredtem. Eleve egy rejtély, hogy hogy találnak rá azokra a számokra, ahonnan veszik az inspirációt. Ez majdnem olyan igényes, mint a Mátyás templom lábánál húzogatni a dzsines flaskát. Sokat ittam, berúgtam az éjjel. Mindehhez gyakran emlegetik a tech és az after szavakat. Tech, 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 érezd, érezd már. Tech, 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 tech. After, 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 ez mindig neked jár. After, bolyan, after, bolyan. Afteros lett ez a Végül is ebben az országban képesek voltak elnevezni egy zenei műfajt egy megszűnt afterpartis szórakozó helyről. Most pedig tekintsünk bele a következő ZG Stúdió csillag, Dadó Kincsó, Eladom a bőrkabátom című vintage soundtrackjébe. Egyes művészuraknak annyira a szívéhez nőhetett a trónjuk, hogy még a susnyásba is kiviszik magukkal. Milyen komoly kreatív folyamatok lehettek itt, amikor kitalálták, hogy én ott akarok ülni ezen a széken. Smaragdváros! Bár mondjuk én találtam komolyabb trónokat a Facebook Marketplace-en. Az igazán nagy királyoknak ilyen trónon kellene ülni a 2 méter magasra szerelt lapos tévé alatt. Mellesleg, aki egy kicsit is jobban odafigyel a klip sztoriára, az rájöhet, hogy nem eladom a bőrkabátom, hanem eljátszom kártyán a bőrkabátom, jobban illett volna a címnek. Érkeztem én a 9-es busz.
A ZG stúdiónál úgy vettem észre, hogy zeneileg két műfajt részesítenek előnyben, a mulatos természetesen, és valamiért a tech house-t. Ezeket időnként ötvözni is szokták, és ilyenkor létrejön a mulatos tech house. A mulatos tech house és a kecske bőgés tökéletes fúzióját hallhattuk. A svéd asztalról elengedhetetlenek a Hennessy kísérő italai, a Fanta meg a kóla. Mert a Fanta meg a kóla is a jólét jelképei. Az asztal közelébe csak a domináns hímek kerülhetnek, a fiatalabbaknak ki kell várniuk, míg hosszú évek múlva eljön az ő idejük. Addig is a fiatalabbak legfontosabb feladata, hogy ellássák az idősebbeket itallal. Mondjuk jól átverte a pultos a kisrácot azzal, hogy 60 ezerért is csak egy bontott Hennessy-t kapott. A klipben a TikTok sztár seteményes tálca is szerepet kapott, és hozza a seteményes flow-t. Mi seteményes tálca? Seteményes tálca produkálta 2022-ben a kedvenc videómat. 3. Jaj. 4. Na ez itt a gond, mikor fel van fújódva a has. Sancho Péter úr.